A Dombóváron tartott helyi és Tolna megyei alakuló testületi közgyűlésen Süli János elmondta, reméli, hogy a megválasztottak is mindazon fognak dolgozni, hogy a régió az ország egyik legjelentősebb beruházását megvalósítsa. Az október 2-án megkaptuk az orosz réptől azokat a tervdokumentációkat, ami alapján az engedélyezést magára a főépületre meg tudjuk, körülbelül jövő nyáron tudjuk beadni az engedélyezési dokumentációt. Pakson azóta is tartanak a fejlesztések, és a felvonulási területen is dolgoznak a munkagépek. Hogy ott az első irodaházak építése elkezdődött a területen, azt megelőzően a villamos energiaellátás a felvonulási hálózatra elkészült. Az úthálózatnak a környékbeli úthálózatra 18 végén született egy kormányhatározat, hogy 187 milliárd forintból meg kell újítani. Ennek megfelelően több útszakaszon tartanak már az előzetes felmérések és az előkészületek. A tél lejártával, ahogy az idő engedi, elsőként a Nagydorogi és a Ceca-Németkér útvonalat újítják fel.